Október 24-től a mobil szolgáltatóknak ingyenesen kell hálózatfüggetlenné tenniük azokat a készülékeket, amelyeket határozott időtartamú szerződéssel, azaz hűségidővel kedvezményesen adtak el, és a hozzájuk tartozó előfizetői szerződések lejártak. De akkor is ingyenes lesz a folyamat, ha a felhasználó szolgáltatót vált. Megtartja a telefonszámát és a korábbi szerződésben vásárolt telefonjának árát kifizeti. Ebben a nyíregyházi szervizben nap mint nap hoznak be telefont függetlenítésre, ez azonban jelenleg még egy törvénytelen eljárás, és nem is vállalják. Igazából a készülékek esetében a belső szoftvert megzavarja a külsőleges szoftveres beavatkozás, esetlegesen akkumulátorok, gyorsabban merülnek hálózatelvesztések, jöhetnek létre, és utána az csak belső alkatrészek cseréjével lehet utána orvosolni, esetlegesen alaplat cserével, ami egy elég húzós történet. Vágó Attila hozzátette, régóta várnak erre az újításra, ugyanis külföldön például már ez egy bevált folyamat. Akkor is ingyenes lesz a függetlenítés, ha a felhasználó szolgáltatót vált, megtartja a telefonszámát és a korábbi szerződésben vásárolt telefonjának árát kifizeti. A szabályozástól azt várják, hogy a felhasználók szabadabban válthassanak szolgáltatót, valamint kedvező piaci feltételekhez jussanak. Az október 24-i időpont alapvetően két szempontból is fontos, az elektronikus hírközlésről szóló törvény, illetve a számoldozásról szóló NMHH rendelet változik meg az előfizetők vonatkozásában kedvező irányba. A törvény az a határozott idejű előfizetői szerződések lejártát követően történő hálózat függetlenítést írja elő külön díjazás nélkül. Az előfizetők részére rendeletben szabályozott esetkörben, ugye a számhordozási folyamat elindítását követően, ugye a szolgáltató köteles lesz az előfizető kérésére külön díjazás nélkül a hálózati zárat feloldani, amennyiben a készülék ellenértéke kifizetésre kerül, vagy pedig az átvevő szolgáltató vállalja a fizetési kötelezettséget az előfizető helye. Folyamathoz kapcsolódó hálózati zár feloldása már a mobil számhordozás 2004-es bevezetése óta lehetőségként benne volt, azonban korábban ez csak külön díjazás ellenében volt köteles a szolgáltató elvégezni. Itt a szabályozó az előfizető érdekének védelmében, illetve az ő pozíciójának erősítése érdekében ugye a külön díjazás nélkül történő hálózati zárfeloldás mellé, illetve mellett döntött. A szolgáltatók számításba veszik, mikor kötöttek szerződést. Akinek tehát nem sürgős készülékük függetlenítése, érdemes kivárni az új jogszabály hatályba lépéséig hátralévő időt. Ön az adott irányba nem kezdeményezhet hívást.